Tehát mondjuk ott van ugye az olívaolaj, 30 le liter, hát bassza meg, még szép, hogy nem veszi meg senki, mert még a 8 lejes kukoricacsira olajat sem nagyon veszi meg valaki, ha 5 leér már kap olajat. Mert bug pulá, ugye hát egy, hogy nem tudják, hogy miért kell egyikből is, másikból is, kettő pedig, hogy egyszerűen drága, és akkor nem veszük meg. Mert azt csak a izék veszik meg, a burzsúlyok, meg a nem tudom mi. Oké, tehát félretéve az előszakot. Föl van tüntetve nagyon okos dolog a kilogrammos ár, mert nincs mit eltitkolni, úgyis mindenki kiszámolja. Ez nyilvánvaló statisztika. Tehát nincs mit eltitkolni, hogy ez ennyi kiló, az ennyi kiló. De az igazán meggyőző az az, hogy ráírni, hogy duráta média de konszum. Tehát például, ugye megveszem 30 leves olívaolajat, amit ugye megeszek mondjuk egy hónap alatt, talán kettő. Tehát ki lehet számolni, hogyha pentru o alimentáció variát zilnică, costurile pe zi, pentru durata medie de consum de 2 luni, pentru un litru, ar fi să zicem 10 bănuți. Hopa! 10 bani! Jó, most nem számoltam ki ugyan, de teljesen mindegy. De hát 10 bani, 10 bani per nap, és két hónapig tudom, hogy am alimentație variată, sănătoasă, echilibrată, cu materiale excelent de prețioase și folosite din anii, din ere antice, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt kell feltüntetni még, és akkor megveszik az emberek a drága dolgokat is, a drágának hisznek, ami úgy sokba kerül. És ez tulajdonképpen igazából nekem azért jó, meg ugye másnak is azért jó, mert a betegség körforgásból már végre kikerülhetnének az egyszerű emberek is. Mert ők is fogyaszthatnák azt, amit mondjuk a gazdagok azért fogyasztanak csak, hogy felvágjanak vele, és ráadásul mázliuk van, mert ettől még egészségesek is maradnak. De hogyha a kisember is ezt megtudná, hogy mennyibe kerülne, az, hogy egészséges maradjon. És nem csak azt, hanem azt, hogy olyat tegyen, mint a gazdag. Hát akkor még szép, hogy megvenné. És egészséges lenne. És boldog lenne. És ha boldog lenne, akkor másképp keresné az életet. Na jó, tehát vissza az egész. A lényeg az, hogy nem úgy értem, hogy vissza, hanem hogy a summa summarum az a lényeg, hogy durata media de consum, és costul pentru această durată, costul medie pe zi. Ezt kell még feltüntetni a terméken. És ami nagyon jó lenne, tehát egy alapreceptet még mellé kéne árusítani. Tehát kód alapján mondjuk lehetne árusítani alaprecepteket. Termékkód alapján. És a kasszánál, mit tudom én, mondjuk 50 bani ellenébe kinyomtatnák nekem ugye egy lapra a megvett termékeknek a receptjeit. De ezt nem kéne külön, hanem ezt belekalkulálná a komputer, és olyan lapot adnak ki egyszerűen. Oké, mennyibe kerülne? És az emberek tudnák, hogy miért vegyék meg, tudnák, hogy miért keressék.